Tegye ingyenessé a természetes vizek melletti strandokat a kormány a szociális és egészségügyi dolgozók számára, javasolja az MSZP. A párt szerint az érintetteknek 10 000 forintos utazási támogatás is járna. Erről és az előválasztásról is kérdezzük Molnár Zsoltot. Jó estét kívánok! Én még tudnék sorolni csoportokat, akik megérdemelnék. A pedagógusok például, mondja, most ért véget a tanév. Hát milyen évük volt? Magyar Szocialista Párt javaslata az, hogy minden magyarnak legyen díjmentes a strandolás azokon a helyeken, ahol köztulajdonban lévő vízpartokról beszélünk, tehát nyilván nem a Palatinus strandról vagy a wellness központokról. Viszont az idei évre azonnali hatállyal azt javasoljuk, hogy a szociális és egészségügyi dolgozókat azért emeljük ki külön csoportba, mert mégiscsak közvetlenül az ő életük volt, amíg ugye nem voltak beoltva, az ő életük volt a legnagyobb veszélybe, ezért azt kérjük, hogy a kormány élve a felhatalmazási törvénnyel azonnal tegye díjmentessé számukra és az együtt nyaraló családtagjaik számára a strandokba való bejutást. Az önkormányzatok kapják meg ezt kompenzációnak, tehát nem az önkormányzatokról vásárra akarjuk ezt, és minden egészségügyi dolgozó és szociális dolgozó kapjon 10 000 forintos utazási támogatást. Ez az azonnali kérésünk, de természetesen a aláírásgyűjtésünk, népszavazási kezdeményezésünk az arról szól, hogy egy 4 tagú családnak ne kelljen például 4 000 forintot belépőként fizetni azért, hogy a köztulajdonban lévő strandon keresztül bejusson a Balaton. Na de erre azt fogja mondani a polgármester, hogy a szabad strandra tessék menni, és nem az általunk drága pénzen fenntartott önkormányzati strandon. Ez nagyon jól hangzik, csak aki ismeri a Balaton környékét, vagy akár a velencei környékét is, a szabad strandok nagyon keskeny sávot foglalnak el. Például Balatonkenesen jártam ma, Siófok után, ott lemértük 9 méteres partszakasz Balatonkenesén, azon be lehet menni a vízbe a szabad strandon, tényleg van. És van egy körbekerített fizető strand, ami azt a Balatont keríti körbe, ami az öntulajdonom, az enyém, minden kedves néző, azaz köztulajdonban van. És ugye a szolgáltatást nem nyújtanak, tehát azért fizetünk, hogy bemenjünk egy strandra, ez elfogadhatatlan. Az egyéb szolgáltatásokért természetesen helyes, hiszen nem gondoljuk, hogy ingyen lesz a hek vagy a napágy, de az, hogy a törülközünket letegyük és bemegyünk egy strandra, az elfogadhatatlan. Szemléltetni szeretnék, csak nagyon röviden. Most megértem, hogy miért pakolta azt ki, amikor beült. Ez 4 000 forint százasokban, ennyiért megy be Siófokon most egy család, kedvezményesen családi egyel a strandra. 1000 forint körül vesz egy sajtos lángost, a sajtos tejfölöst azt már 1300-ért veszi. Viszont, hogy miért van ez a 300 forint a kezemben? Ismerőseim jelezték, hogy 300 forintért viszont lehet egy bablevest tenni a miniszterelnökségen a Karmelita Kolostorban a várba. Kérdezem, hogy normális országban élünk, egy tisztességes kormányzat alatt, megadom ezt, nyilván nem, ahol 300 forintért dotálják a csülkös bablevest a Karmelita Kolostorban, a miniszterelnökségen. A magyar állampolgárok meg azért fizetnek, a magyar családok 4 000 forintot, hogy bejussanak valóban, utána meg 1000 forintot egy sajtos lángosért. No, ezért lesz szükség kormányváltásra, és ezért kérem mindenkit, hogy írják alá a petícióinkat, hiszen ez abnormális. És a beépítések, a Velencei tónál is jártam nem régen. Agárd-Gárdony találkozásánál a strandon kőfal hullámtörés jogcímén emelnek, mint egy erődítményt. Majd egy... Csodálatos, ott én járatos vagyok, ott volt egy felhőszakadás, és a strand felőli oldalon megálltam. Így van, hiszen nem tudott elfolyni, nem tudott a természetes vízevezetés nem következett. Jött egy ember egy fúróval, és kifúrt néhány lukat a vadonatúj falon. Nagyon szép, de egy sziget is épül. Egyébként egy mesterséges sziget, lakópark, ennek véget kell vetni, és ezért is lesz szükség kormányváltásra, de addig is azt kérjük, hogy támogassák ezt az akciót, hiszen július-augusztusban el fogunk jutni minden helyszínre, aláírás fogunk gyűjteni, petíciót online is, és természetesen küzdünk a népszavazási kezdeményezésünkért, amit a Nemzeti Választási Bizottság elutált 6-5 arányban, majd a kúria lassan egy éve nem tud dönteni egy fellebbezésről, hiszen azt mondják, hogy a rendkívüli jogrend miatt mindig újra kezdődnek a határidők, ezért most majd ősszel döntenek arról, hogy legyenek díjmentesek a strandok erről a népszavazásról. Nem adjuk kérdés. Föl. A Fertőtó került nagyon sokszor az elmúlt időben a hírek élére, mert hogy ott már ugye nemzetközi tiltakozást is kezdett kibontakozni az ott szándékozott beépítés ellen. Ott is ott vagyunk civil szervezetekkel együtt, sőt, az osztrák oldalról is együttműködtünk, az osztrák zöldekkel. Ugye ott is egy spekulációs történet zajlik, luxusszálloda épül, a régi tradicionális, nagyon-nagyon szép cölöpházak helyére, a partszakasz, nádasírtás, tehát minden van, ami kell, és az egésznek mi a vége? Egy luxusszálloda, azt meg a kedves nézők fantáziára bizony, kinek az érdekkörébe tartozik az a szálloda is. Elképzelni nem tudjuk. Szóval ezt nem fogjuk tétlenül nézni. Van egy másik témánk, én azt mondtam tegnap este,
hogy ha jön valaki az MSZP vezetéséből, akkor majd megtudom, hogy mi történik azokkal a politikusokkal, akiket most az MSZP-ből kizárnak, vagy kiléptetnek, vagy akik felfüggesztik a tagságukat. Ugye van egy ilyen, egy volt elnök, és van egy ilyen, egy volt elnök helyettes. Mindketten indulnak az előválasztáson. Nézzük Molnár Gyula történetét, már csak azért is, mert Szőlősi Györgyi kolléganőmnél itt volt egy dokumentum, amely dokumentum arról szólt, hogy megállapodás született Molnár Gyula személyében a DK, a Párbeszéd és az MSZP között. Szerkesztő, nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert ez a dokumentum itt van nálam, tehát nem kell legendákról beszélni. Szeretném leszögezni, hogy a Magyar Szocialista Párt mindig minden olyan megegyezést, amit aláír, betart, ezt is meg fogjuk tenni, csak hogy tisztán lássunk. Molnár Gyula maga döntött úgy, hogy a DK frakcióban kíván tovább politizálni, és maga is DK-s jelöltként fog indulni ezen a választáson. Ezt mi egy megállapodás második oldalán, tizedik pontként Tóth Bertalanul aláírta, hogy amelyben Molnár Gyula így dönt, a Magyar Szocialista Párt nem indít másik jelöltet, és nem támogat más jelöltet. Azonban ebben a dokumentumban aláírtuk, hogy kiket támogatunk egy külön pontban, ilyen Olá Lajos, Varjú László vagy Barkóczki Balázs, ilyen a DK részéről Tóth Csaba, Hiller István vagy Komjáth Imre, ez a kör bővült. Itt szó sincs arról, hogy Molnár Gyulát támogatnánk, azt vettük tudomásul, hogy az ő döntése alapján, hiszen Molnár Gyula korábban MSZP párbeszéd jelölt volt, döntött róla az elnökség, döntött róla Budapest és az országos elnökség, a helyi elnökség még ezen a héten is kérte, hogy fontoljon meg és MSZP párbeszédesként induljon. Azonban Gyula ezt a döntést hozta, mi ezt tudomásul vesztük, nem indítunk más jelöltet, azonban az alapszabály és minden szocialista rendelkezés szerint nem maradhat pártag, ez nem mérlegelés kérdés, ez nem személyes kérdés. Az önöknek kudarc, hogy volt elnökük a DK-hoz pártól? Mi ezt érzelmileg, meg ilyen értelemben nem mérlegeljük. Mi egy olyan közösség vagyunk, egy nagyon erős, soha nem volt a szocialista párton belül ilyen erős a kohézió, soha nem volt erős, ilyen erős a hit, talán Horn Gyula óta a kormányváltásban, Karácsony Gergely vezetése van, erős miniszterelnök jelöltünk, van közel 60 jelöltünk az előválasztáson a Párbeszéddel. Molnár Gyula az elmúlt időszakban nem volt szerves része a Magyar Szocialista Párt frakció és pártmunkájának, nincs vele harag, ezt a döntést hozta, megértjük. Ahogy szokták ilyenkor mondani, munkasikereket kívánunk neki, amennyiben ő nyeri az előválasztást, egy emberként fogunk kampányolni mögötte, hiszen a legfontosabb a kormányváltás, legfontosabb, hogy a közös miniszterelnök legyőzze Orbán Viktort, tehát nincsen semmi személyes indulat ebbe a dologba, de hát amikor Molnár Gyula ezt a döntést meghozta, akkor pontosan tudta, hogy ő nem lesz a szocialista párt tagja a jövőben. Tehát ez a szerződés, amire én is hivatkoztam itt tegnap az adásban, és ami itt volt Szőlősi kollégánál, most szerintem hagyjuk, ez igazán arról szól, hogy amennyiben Molnár Gyula valóban úgy dönt, hogy a DK színeiben indul, azt önök tudomásul veszik. Igen, és a tudomásul vétel odáig terjed. Nem arról szólt, hogy átadják Molnár Gyulát a DK-nak, hogy tessék. Erről sincs szó, és arról se volt szó, hogy MSZP párbeszéd és DK közös jelölt lenne, mert van ilyen jelöletben szó, vannak ilyen jelöltek, előbb mondtam, Gyula nem tartozik ezek közé, nem is kérte a DK ezt, természetesen a jövőre nézve lehet erről tárgyalni. Szakács László, Baranya megye. Nagyon hasonlít a történet, annyiban, hogy korábbi stádiumában volt ez az ügy. Hozzáteszem, képviselőtársam Szakács Lászlót, aki én nagyon tisztelek, ő ebbe az országgyűlésbe az MSZP listájára pótlólagosan jutott be, tehát amikor ő arról beszél, hogy megbecsülés, akkor azért arról is szó van, hogy Tóbiás József korábbi pártelnök megüresedett mandátumát kapta meg, Tóth Bertalan javaslatára, az akkori pártelnök, aki azóta társelnök, javaslatára. Én azt gondolom, hogy frakcióvezető helyettes is lett, tehát rengetegféle olyan az elmúlt években, korábban elnök helyettes volt, nagyon fontos ügyet is vitt a szocialista párton belül, Baranya megyei elnök volt, azonban az elmúlt hetekben azt tapasztaltuk, azt láttuk, hogy abban a csapatban, amelyet Karácsony Gergely vezet, abban ő érdemben nem kíván részt venni. A közös kampányrendezvényeken, videójában nem szerepeltette Karácsony Gergelyt, és a háttérben, hát ugye azért a Magyar Szocialista Párt és a DK pécsi komlói együttműködése azért viszonylag szoros, egyértelmű jelek voltak arra, hogy ezt a döntést meghozta. Tehát megelőzték azt, hogy maga jelentse be, hogy átül a DK-ba. Vagy a DK jelöltje lesz. Nem ilyen idővitában. Megelőzve ezt nyilvánították ki azt, hogy nem lesz a jelöltjük? Tóth Bertalan minden nap beszélt, a társelnök minden nap ezt beszélt. Ő is Szakács Lászlóval. Teljesen világos volt, hogy ez az út közösen nem vezet sehova. Nem azt mondanám, hogy megelőztük, azt mondanám, hogy most jutottunk el arra a pillanatra, amikor egyértelmű volt, bár Laci nem mondta ki, és ezt nagyon sajnálom, de egyértelmű volt, hogy ő nem a Karácsony Gergely vezette csapatban, nem az MSZP-ben képzeli a jövőjét. Ezt sajnáljuk, viszont nekünk más pártokkal szövetségi politikában. Nem, ezt tegnap sem mondta ki valóban. Ezért mondom, ezt nagyon sajnálom, de ez egyértelmű volt. Például a DK visszavonta a korábban bejelentett jelöltjét, és alpolgármesternek választották meg Zag Gábort Pécs-Komló választókerületében.
Nyilvánvaló ez is egy erős jel abban az irányban, hogyha valaki a saját jelöltjéből pécsi alpolgármestert csinál, akkor ezen az előválasztáson Pécs-Komló választókerületében és a környező településeken nem gondolja komoly jelölését. Tehát teljesen világos volt ez a folyamat, de itt sincs érzelem, tehát a Szász László megnyeri az előválasztást, magam is mindnyájan ott fogunk vele együtt harcolni, hogy győzzük le a Fideszt. Na de meg tudja nyerni, indít-e az MSZP az előválasztáson vele szembe jelöltet? A Magyar Szocialista Párt elnöksége bőrös döntéseket szokott hozni, mérlegelni fogja ezt a kialakult helyzetben. Nem kizárható ez sem, meg ennek az ellenkezője sem, azért azt ne támogatni fogják el. Az elképzelhető, hogy megkapja az MSZP támogatását is mondjuk DK-s és Jobbikos jelöltként? Ez kizárólag akkor képzelhető, hogyha ez egy külön megegyezés lenne a demokratikus koalícióval, de egyet ne felejtsünk el, hogy Karácsony Gergely csapatában alapvetően az MSZP párbeszéd és jelentős részben az MSZP tartozik, hiszen közös a miniszterelnök jelöltünk, tehát azért azt kell gondolja, hogy most az elsőbség már az LMP-t illeti meg, de soha nem mondjuk azt, hogy soha egy a fontos legyen kormányváltás. LMP-t, akkor Keresztes László Lóránd lesz az, akit támogatni fognak. Ezt én nem mondtam, én azt mondtam, hogy az LMP-vel most szorosabb a kapcsolatunk. Ő az ottani jelölt, tehát ne zárjuk ki ezt a lehetőséget. Nem nevesíti is. Én annyit mondtam, hogy lehetséges, hogy az LMP-vel fogunk megegyezni, nem kizárható, hogy a DK-val fogunk erről tárgyalni. Egy a fontos, hogy a választók eldöntik, hogy kit szeretnének csapatkapitánynak, miniszterelnök jelöltnek, és kinek a csapatát támogatják, és a Magyar Szocialista Párt egy emberként fog küzdeni azért, aki megnyeri az előválasztást a 106 körzetben és a miniszterelnök jelöltek. Hát ennek a történetnek több olvasatát ismerjük már, köszönöm szépen az önök, hogy is megismerjük. Én köszönöm a lehetőséget.